Srácok, lányok, hölgyek, urak! Folytatjuk akkor! Előző meccsben szereztem 150 LP-t, és így most ezüst 3 közepénél vagyunk. Így a besoroló mérkőzés, és ez most egy negyedik. És rá kellett igen jönni, hogy a hajnalhozó is, meg az éhozó is, minthogyha működne jelen pillanatban. Vagy lehet, hogy csak bazinai szerencsénk volt, de én azt hiszem észre, igen, hogy a hajnalhozó is és az éhozó is működik. Tehát most megpróbálkozunk azzal, hogy csak azokat kiépítjük. Vagy legalábbis az, hogy meglátjuk. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit dob a rendszer. Tehát nem mondok semmit, hogy mit építünk. Mert nézzétek meg, tehát. Fékezhetetlen nem akarok amúgy építeni, mert volt egy normál meccsem, ahol megpróbálkoztam vele. Az elején nagyon-nagyon szépen darált, de utána ilyen ez a 90 fokos lejt. Tehát, hogy így nagyon durvan utána így semmit nem ért. Vagy nem tudom, de... Megváltott szellemidéző. Ja, most azon gondolkodik, igen, hogy most mit kellene kirakni. Most egyre annyira nem fontos, ugye? Hogy most itt mi a helyzet. Szerintem a Lulura nem lesz szükség. Téged mi megtartunk. A Kha'Zix az megvan. Kha'Zix az tök jó, hogy van. Nem vízköpőt építünk. Szerintem naptűzköpenyt. Mit tudok még belőled építeni? Titánt, hogyha lesz... íjam. De egyelőre maradjunk így, mert most fogalmam sincs, hogy most mit akar a rendszer. Itt most össze-vissza dobál mindent, legalábbis nekem. De hogy nézem másnak is, tehát... Itt a kollega kirakott egy lovagot. Azon kívül neki megint csak semmi nem volt. De legalább a Kha'Zix az erős. Az nagy ötüt. Könycsepp. Talán egyelőre. Én is rakjak ki egy szindrát. Mondjuk az 4 távolságra. Akkor ide rakjuk a sarokba. Kapsz egy könycseppet? Addig, míg elválik, hogy mi a helyzet, hogy hogyan lesz, miként lesz. Jelenleg semmim nincsen, csak szólok. De neked ott a távolba, ott fölött ott a sarokba, neked már van egy aséd. Teljesen jó. Na, még milyen jó, hogy az Olaf felfogta azt az íjat. Fejjel fogta föl. Egyelőre... Hát egyelőre őrzőt tudok kirakni. Hogy legyen valamink. Akkor dobjam el a szindrát. Már te mi vagy, bajkeverő meg sárkány, ugye? Te nézzük meg az őrzőt. Tehát, hogyha őrzőt ki tudom rakni, akkor az már fél siker.
Ki az a negyedik őrző? Zöldbe. Az kinek a képe? Na mindegy, baj kiderül. Őrző ágyus? Esetleg? Ja, Pike! A Pike-nak az a képe. De fura. Jó, tehát nekem most jöhet a Pike is, jöhet a Rakan, jöhet nekem a Tristana is. Úgyhogy teljesen jó. Őrző ágyus tudok építeni. Na, válassz egyet. Annyira nem nehéz. Nem, akkor én azt elviszem. Őrzőből igazából szerintem nem fogom kirakni a 9-et. Szerintem a 6-os bőven elegendő. De majd meglátjuk. Jó, őrző ágyus. Egyelőre. És a Kazix. Bemennek a kocsmá. Jó, ide még jöhet egy kard, hogy az eke meglegyen. És akkor itt ez a sor majd kap 30% bónusz támadási sebességet. Ugyebár. Meg ránéztem gyors az OBS-re, hogy egyáltalán veszem-e, amit én itt akarok itt a nagyvilágnak bemutatni. Igen, ott is van egy Senna. Miből kap vissza az annyi életerőt? Hát, alig akart elpusztulni az a Hecarim. Az a Hecarim volt. Itt van még egy őrző Pike. Jó. Ki kell még? Várjatok. Egy Lucian, mert az őrző és ágyus is egyben. Ugyanolyan, mint a Senna, ugye? Ja, ugyanaz, mint a Senna. Őrző, ágyus. Meg egy Miss Fortune. És akkor meg lesz az ágyus 4, és akkor kész, vége. Az ágyus 6-ot azt hogyan kell kirakni? A fogalmam sincsen. Tehát az jelenleg nekem egy hatalmas nagy rejtély. Tehát, hogy itt van az, hogy ágyus 6. De hogy az hogy rakja ki az ember? Szennem, vagy jelenleg igen, most az a probléma, hogy ő most nagyon-nagyon lassan üt. Ezt az Olafot nézd meg, hát ez hihetetlen ez az Olaf. Nagyon jó ez az Olaf. Még arra is építhetek akár. Jó, egyelőre jók vagyunk. Ezt most még egyszer, mit csinál az őrző? Amikor a pajzs megsemmisül vagy lejár az időtartam, a legalacsonyabb százalékos életerő egysége jelenik meg. Ja, de mert egyedül maradt az Olaf, ő kapta meg a 30% támadási sebességet 4 másodperces időtartamra. Ugye? Mindegy. Jó. Jó, nagyon jó. Alakul a molekula. A Kazixot eldobjuk. Kazixot nem fogom akkor már képíteni ezek szerint. Van egy Morello. De tudnék építeni, na, inkább úgy mondanám, hogy tudnék építeni Morellót. Ha akarnék, de... Lehet, hogy inkább az Olafot kellene erősíteni. Meglátjuk. Ú, de szétszedtek! Ú, de nagyon gyorsan szétszedtek ezek a... Hát, jó, ezek nem orgyilkosok voltak. Ez ilyen orgyilkos, hajnalhozó, őrző, csatározó. Inkább csatározó volt, mint őrző.
Na, hogy állunk? Úgy állunk, hogy egy arany kellene. Kellene egy győzelem. Úgy állunk. Hogy meglegyen az 50 arany, és akkor utána elkezdhetünk építkezni. Az Olaf kész, a Senna kész. Most kellene a Tristana, meg az Irelia. Tehát most kellene elkezdeni őket építeni. Csillagozni őket. Neked hogy van 50 aranyad? Tehát így... Úgy, hogy már 6. szintű is vagy. A Gorja... Ja, de mekkora egy... Jaj, mekkora egy... Ezt jó tudni. Ez jó tudni, hogy hiába ugrik el a Tristana, a lovasok utána mennek. Aha. Jó. Ezt jó tudni. Hiába ugrik el a Tristana, utána mennek. Kazix mennyire sebez? Szó-szó. Az Irelli az sem... Az Irelli az sem egyre nem sebez. Ja, lehet, hogy így átépítjük magunkat egy kicsit. Majd kiszedjük az Irelliát. Azért bírom, hogy kiment a Senna, és elvileg lefogta őket, de azért az Ashe ulti azért még kirepült. Mindegy. Biztosan. Rendszer kiszámolta, hogy az Ashe ultinak még ki kell mennie. Pedig én úgy láttam, hogy már elkapta őket a kábítás. Nem baj, nem baj. Hú, mennyi őrző van itt! Galio is amúgy jó lenne, de Lucianre megyek rá. Nagyon gyorsan rá kell menni a Lucianre. Menj innen! Köszönöm! Lucian. Íjak kellenének. Kellenének íjak, mert ez így nem jó, túl sok az AP. Ami mondjuk annyira nem probléma. Mert akkor AP Lucian. De azért na. Ágyus. Rakjam ki most az ágyus 4-et. Úgyhogy gyakorlatilag nincsen első sorom. Legyen. Valamikor neki kell kezdeni. Valahogy így. De szépen beálltatok egy sorba. Na. Ájus 4. Őrző 4. Hú, van itt aztán minden. Na most itt az a helyzet, hogy szinte mindegyik jó lenne. De hát... Sajnos választani kell. Kéne egy kart. Morello. Nem. Ionosikra, nem. Akkor ez így. Az Olafot kiépítem tankra. Neki kell fölfogni jelen pillanatban itt a népet. Az úgy érdekes meccs volt így, hogy összeszugráltunk itt mindenhol. Jobbra-balra, azt sem tudtam már ki van velem, ahogy így néztem. Nem tudtam szemmel követni, hogy most itt mi a helyzet. Pike, oké. És akkor jött az Irelia.
erősítsük meg az őrzőket. Ki kellene még nekem? Rakan, Galio, meg Akash, Akash, nem tudom, hogy kell kimondani amúgy a nevét az emberünknek. De egyelőre ezt kell mondanom, hogy nem állunk rosszul. Még hogyha kardot is kapnék, akkor még annak még mennyire tudnék örülni. Ha valahonnan jönne egy kard. De hát nem jön. Miss Fortune. Skell. Meg a szintezés is kell. Igen, kellene egy kard, és akkor azt megkapná a Tristan, és akkor mindenki kapna itt ebbe a három, ez a három kollega kapna 30% bónusz támadási sebességet. És akkor a Lucian is előbb nyomná ki az ultiát. És hasonlók. Mi az a három csillagos Olafot? Te jó ég. Hát ez itt így egy kicsit probléma. Ezt a fickót nem tudom, hogy fogom majd elintézni. Ha egyáltalán sikerül elintézni. Miért mindig akkor ad feleslegesen nagy pálcát, amikor nem kéne? Hát ez teljes mértékben fagyos. Jó. Akkor legyen így. Minél előbb nyomd el az ultidat, vagy hát a képességedet, és utána meg a következő képességet, hogyha sikerülne kinyomni, akkor ez még erősebb lesz. Őrző. Jó lenne egy Rakan. Mondjuk a Galio lenne a legjobb. Galio Rakan lenne a legjobb, és akkor az Irelia-t le tudnám hozni. Mert Irelia-ból most nem kapok. Nem kapok Irelia-t se. Azt hagyja, még Tristanát se kapok. Az úgy... az úgy korrekt volt. Az úgy kicsit korrekt volt. Jó. Szintezzünk egy picit. Hát, ha esik majd a Rakan, vagy a Galio. És akkor nehogy az egyenlő, hogy nem vagyok 8. szint, és akkor meg lesz az ágyus 4, meg az őrző 6. Aztán, hogy utána mi lesz? Utána várakozunk, nem tudom. Kéne egy így. Nem, kard kell, kard. Nem így kell, kard. Kard. Kardra van szükségem. Most már nagyon sokat sebződök. Kell az az őrző, mert ez így nem lesz jó. Kell az az őrző hat. Támadási, 120% támadási sebesség 2 másodperces, tehát... Értitek? Na, ott vannak az őrzők. De jó, hogy hozzányúsz. Akkor Rakan. Az neked miért kell? Most tök őszintén, neked ez miért kell? Mit építesz te? Sárkányai hozót? Akkor neked nagyon kellett ez a karakter. Mondjuk lehet, hogy a pálca kell hozzá, vagy lehet, hogy csak azt nézte, hogy arany. Aranyegység. Na nézzük, mit ad? Mennyi pénz. Ott a kard, na végre, hát ez, erre várok már. Mióta? Itt a kard. Na várja. Yeah. Így.
Talán. Talán egy jók leszünk. Jó, őrző, 6, ágyus 4, megnézzük. Mire képes így a rendszer. Hú, mennyi pajzsot kapott az Irelia. Nesze neked fékezhetetlen, és szörnyszülött. Csúnya. Lehet, hogy az őrző ágyus mégse annyira működőképes. Vagy csak ennyire szerencsétlen vagyok mostanába. Na, nézd meg, itt a Gálió. Gálió, gyere! Az a gond, hogy kicsit kezdek aggódni. Muszáj lesz felcsillagozni itt a népet. Jó, ugye nem én küzdöttem, tehát ugye én a... Ugye most ezzel a fickóval küzdöttem, de ő nem volt itt, hanem... A klónjával küzdöttem igazából. De azt legyőztem. Mondjuk az tény és való szerintem, hogy a... Az egy körrel ezelőtti klónjával küzdöttem meg, ha jól tudom, akkor ez valahogy így működik. Gálió 4-es, Irelia így 5-ös. Hát igazából... Hát nem tudom, hogy... Kire lenne szükség. Vagy ki, az, ki itt a leggyengébb láncszem. Jó. Jó. Megváltott légiós, igen. A Rakan, igen. Most bezzeg dobálja a Rakant. Egész eddig nem dobálta. Jó, maradunk így. Mennyire vagyunk? 72-re vagyunk. Mennyi pajzsot kapott az a Gálió. De... Miért a Lucent kapta el a Thresh? Az volt a tényleg a legmesszebb hozzá képest. Lehet, hogy az volt akkor a legmesszebb ezek szerint. Meg kell nézem most mindenkit. Most körbe kell nézni. Misztikus őrző, megújuló őrző. Egy megújuló. Őrző embléma, igen. Ki az, aki ágyus? Ki az, aki nagyon sebez? Jó, megkapja... Megkapja az MF, jó. Igen, igen. Jó, át kell magamat pakolni másik oldalra. Talán így. Nyerünk Lucian, de ne oda menjébe, hát... Öcsém.
ennek a Lucian-nek azért néha van egy-két olyan furcsa mozdulata, hogy belemegy így a gombába, mert miért ne? Na, mindegy. Na! Hello! Te mi vagy, őrző? De jó. És kit cseréljek le? Ki az, aki a leggyengébb láncem? Hát a Pike. Á, már nem sikerült. Elkéstem. Igen, most meg az a probléma, hogy most túlságosan is egybe vagyunk. És bedobják a tímok oda a gombát, aztán kész, vége. Hát, igen, szét kellene... Tehát jó, ez az őrző, csak szerintem itt azt kéne, hogy nem így egyben rakni őket, hanem szétszedni őket. Hát hetedik helyre elég volt. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, nem sokára folytatjuk akkora TFT-t.